sikerünként foghatjuk fel, hogy már ez a negyedik olyan mérkőzés volt, ahol nem szenvedtünk vereséget. Ezen az úton is szeretnénk tovább menni, csak már győzelmekkel is párosulva. A gólok elkezdtek talán jönni, de még abból is van egy kis hiányérzet a kidolgozott helyzetekhez képest. Viszont a sokadik meccs, ahol ismét gólt kapunk, és nem tudunk lehozni nullára egy mérkőzést. Ha megnézzük az év elején, ahogy játszottunk, és ahogy most, akkor látszódik a javulás. Ezen az úton próbálunk tovább menni. Laposan is ott a gól! Vezet a Honvéd! Kerezsi Zalán már a 6. percben megszerzi a vezetést a hazai együttesnek. Jó a játék, Kocsis levágódik, ott a lövés és a gól! Megint csak Kerezsi! Erős csapatok formában utazunk, hosszú út lesz, talán ez egyik legnagyobb túra most az MB2-ben. Hogyan készülünk? Azt hiszem, semmi különös olyan szinten, hogy az összes mérkőzés, tehát akár a Budafokon vagy a Soroksára készültünk, mindegyik együtt, mindegyes mérkőzés nehéz ebben az MB2-es bajnokságban. Tehát ugyanúgy a 3 pontért utazunk oda.